A hétvégi esős idő kedvezett a beltéri rendezvényeknek, a gyermekeknek szóló programok sokakat vonzottak a Pécsi harmadik színházba is. A bejáratnál egy egyedi építésű zeneszerszám és egy konnektor fogadta azokat a családokat, akik ellátogattak ide a hétvégén. A MASK annak az egyesületnek a jelképe és egyben neve, mely megszervezte a kétnapos rendezvénysorozatot. Keresztesi József író, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy egyesületük az infrastruktúrával nem rendelkező művészek számára kíván ernyőszervezetként működni. Pályázni tudnak, fellépéseket és rendezvényeket szerveznek. Az egyesület tagjai jól ismerik egymást, tudnak projektekben együttműködni. Rá tudunk nézni, szakmai támogatást tudunk nyújtani, egyáltalán együtt tudunk gondolkodni dolgokról, anélkül, hogy ez egy zárt társulat lenne. És hát amikor létrejött az egyesület, akkor jött a pandémia, tehát egy darabig nem csináltunk semmit azon kívül, hogy jogilag létrejöttünk, és ez az első alkalom, hogy ez a társaság most így a közönség elé tudja tárni, hogy mi az, amit eddig kiki létrehozott. Fábián Gábor a Konnektor Egyesület alelnökeként elmondta, hogy terveik között szerepel, hogy megjelenjenek több helyszínen és rendezvényen. Közösen tudjunk megmutatkozni, nem csak mondjuk itt egy ilyen fesztiválon, hanem megtehetnénk azt, hogy Pécs testvérvárosainak kiajánlja mondjuk a város, hogy itt vannak a pécsi függetlenek, lám, itt vannak a produkciók, válogassatok belőle, megjelenhetnénk mondjuk a veszprémi jövőre rendezendő kulturális, Európa Kulturális Fővárosa programba. Szóval, hogy ilyen céljaink vannak, hogy a pécsi független alkotókat képviseljük közösen, mert egyénileg láthatatlanok vagyunk, túl picik vagyunk. A teljes rendezvény tekintve várakozáson felül voltak érdeklődők, hiszen a két nap során 10-nél is több előadást láthattak, akik ellátogattak az első Konnektor Fesztiválra.